és arról, hogy vele szemben nem áll fel kizáró ok, és más folyamatban lévő pályázata elfogadása esetén sem jönne létre majd ilyen. Ez a megoldás a jövőre nézve például megakadályoznám mindazok pályázását, akiknek ilyen kizárók fennáll, még akkor is, ha a pályázat megnyerés esetére vállalnák annak megszüntetését, továbbá egyes esetekben lehetetlené tenni a párhuzamos pályázatok benyújtását. Alakérvénytelenséget eredményezne a hiányzó üzleti pénzügyi terv is, vagy az, hogy a pályázó nem rendelkezik banki igazolással arra vonatkozóan, hogy működési költségek fedezete legalább a működés első 3 hónapjára reklámbevétel nélkül elkülönített pénzforgalmi számlán rendelkezésre áll. Hát, alakilag érvényes pályázatok körének szűkítésével párhuzamosan érdekesnek tűnik az a változtatási javaslat is, amely a médiatörvény 63. paragrafus 3-as bekezdését módosítaná, amely szerint a jövőben már nem csak a helyi, hanem valamennyi média szolgáltatásra vonatkozó pályázat esetében megkötné a média tanács a hatósági szerződést, ha csak egyetlen pályázó felel meg a törvényes, illetve a pályázati követelményeknek. Ez persze nem biztos, hogy így lenne, mert a javaslat 63. paragrafus 20. bekezdése egyben hatályon kívül helyezné a médiatörvény 63-as 3-as bekezdését, mert az előző pontban máshová helyezni a helyi média szolgáltatásra vonatkozó pályázati rendelkezéseket. El kéne dönteni, kérem szépen, hogy a két egymást kizáró módosítás közül melyiket gondolják komolyan az előterjesztők. Hát ez egy apró hiba. Itt említeném meg, hogy tele van egyébként ilyen és ehhez hasonló olyan típusú problémákkal, ami jól mutatja a kapkodást, hogy például a digitális törvényről szóló módosítás, az például törölni a digitális törvény 60. paragrafusát, csak megjegyezném, hogy 45 paragrafusnál nincs több ebben a törvényben. Tehát nem lehet törölni egy 60. paragrafust, mert ilyen nincs is. Nos, érdemes megnézni a szigorításokat a bírságolás területén. A legfontosabb szigorítást a javaslat 63. paragrafus 41-es bekezdése tartalmazza, amely kiegészíti a médiatörvényt. Ennek értelmében a jövőben a médiatörvény alapján kiszabott, de a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, például a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke által kibocsátott rendeletben megállapított díjak, igazgatási szolgáltatási díjak és kiszabott bírságok adó módjára behajtott a köztartozásnak minősülnek. Ez különösen azért jelentős, mert a médiatörvény más rendelkezése például bírságok kiszabása esetén nem tulajdonítnak jogorvoslatnak halasztó hatályt. A fizetési határidő lejártát követően tehát a hatóságnak független attól, hogy a médiatartom szolgáltató jogorvoslattal élte vagy sem, nem kell végrehajtóra várni, hanem közvetlenül az adó hatósághoz fordulhat a bírság beszedése érdekében. Nos, az adózás rendjéről szóló törvény 72. paragrafusa, amely akár soron kívüli ez az adózás rendjéről szóló törvény 161. paragrafus alapján eljárhat rendkívüli hatékonyan. Az adók módjára behajtandó köztartozás jellemzően még, hogy az adóhatóság fizetési könnyítést nem engedélyezhet. A tartozást nem mérsékelheti, illetőleg adott esetben nem minősíti azt behajthatatlannak. Ez azért érdekes, mert itt nem egy egyszerű gazdálkodó szervezettel van dolgunk, hanem a médiáról. És ebben az esetben ez azt jelenti, ha jogorvoslatnak nincs helye, viszont gazdaságilag, üzletileg az adott rádiót vagy televíziót be lehet csukni ez alapján azonnali hatállyal, akkor ez azt jelenti, hogy ez a fajta eljárási mód egy olyan függőséget eredményez a hatóságtól, a hatalomtól, ami egy független média számára mégis egy olyan pozíciót jelentett, ami alattvalóvá függővé tette őket. Ilyen módon ez nyilván nem támogatható. Még sorolni lehetne a bírságokat illetően sok egyéb történetet, például az, hogy az alsó határát lényegében eltörli ezzel, mintha jelezvén azt, hogy az alsó határ az lehet magasabb is. Ha csökkenteni akarta volna a bírságoknak a mértékét, akkor a javaslat egyébként a felső határ csökkentette volna.
Így lényegében egyfajta kapaszkodó kikerül a rendszerből, hogy mik is azok a minimális bírságok, ami enyhébb szabálysértések vagy szegések esetén hát végül is kiszabhatók lennének. Ugornék egyet, már csak az is, mert az idő is borzasztóan halad. Kitérnék a közszolgálati média szolgáltatók problémakörére, amiről már a bizottság ülésen is, meg már itt is mások is beszéltek. A javaslat több helyen pontosítaná, a közszolgálati közalapítvány és közszolgálati testületre vonatkozó szabályokat rendezi az összeférhetetlenségi szabályokat és kötelezettségek viselését is. A közszolgálati közalapítványt viszont egyúttal megfosztja az egyetlen érdemi hatáskörétől. Persze ez egyúttal a vezérigazgatók számára is korlátot jelenteni, az, hogy tartalomszolgáltatási tervet fogadjon el. Érdekes az indoklás, mert azt mondja az indoklás, hogy ez az egész egy anakronisztikus és gyakorlatban nem használt fogalom, nem tudom, hogy pár hónap után, hogy mondhat ilyet, úgy, hogy egyébként még a közszolgálati kódex sincs elfogadva, ami egyébként egy kötelezettség lenne e hónap végéig. Hát elég furcsa érvelés, egy kialakulóban lévő rendszerről, ahol még közszolgálati kódex sincs, hogy valamire azt mondta, hogy ez anakronisztikus, nem is használt fogalom, tehát ezt is elvesszük a közalapítványtól. Nagyon jól mutatja azt, hogy ebben a struktúrában, amit sikerült itt katyvaszosan létrehozni a médiaszabályzásban, kiürítették teljesen a közszolgálati közalapítványt, mert lényegében funkcionálisan semmi köze nincs a közszolgálati médiumokhoz, hanem mindent átvittek az alapfelügyelet alá és a média tanács alá. Ez ott lebeg, funkció és hatáskör nélkül, viszont azt mondhatjuk el, hogy pártok által javasolt és megválasztott emberek viszont kapnak érte egy kis pénzt, hogy ezzel ki is legyen szúrva a demokrácia szeme. Mert hiszen semmire se láthatnak rá, és már egy ilyen egyszerű dolgot sem fogadhatnak el. Hát másik a média tanács számára hatalmas jogosítványokat ad, hiszen azt mondja, hogy hát konzultálni kell majd a alapvezérigazgatójával, és hát gazdaságos és következő évi költségvetési tervezés figyelembe véve meghatározhatják a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét, és döntenek arról, hogy fenntartják az eddigi rendszert vagy sem. Hát ez borzaszt érdekes lesz. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk évről évre, vagy nem tudhatjuk pontosan évről évre, hogy hány magyar televízió, hány magyar Duna TV, hány magyar rádió, és még sorolhatnánk. Azért fogalmaztam kicsit pontatlanul, a magyar nyelv szabálya szerint pontatlanul, és helytelenül csak rá akartam arra világítani, mert itt nem tudjuk, hogy többes vagy egyes számról lesz-e szó. Mert lehet akár egy-egy. Az is lehet. Szeretném érezni, hogy egy perccel én is szeretnék élni a házszabály szerint, elnök úr. Na most ez így tervezhetetlenné válik. Megszerződést sem lehet így normálisan kötni. Akkor tessék kimondani, hogy akkor hány csatornánk van, és ez hogyan működik. Ugyanis ebben a helyzetben az, hogy minden jogosítványt odaadtunk, ez tovább erősíti azt a centralizációt, amit egyébként abba a körbe vittünk el, amit tudjuk, hogy hogyan alakult ki a személy összetétele, hogyan lett kinevezve ennek a főnöksége. Miközben ez a tendencia folytatódik, addig nem tudják például, hogy hány embert kell és miért azokat kell elbocsájtani a következő időszakban a közmédiumok területéről. Most van folyamatban, hogy 600 embert kívánnak elbocsájtani, meg majd össze talán 400-at. Mihez képest, kérdezem én? Mihez képest? Hiszen azt se tudjuk, hogy így marad-e a dolog, ahogy van. Tehát megy össze-vissza a dolog, és majd még egyszer szót fogok kérni, mert még van itt mondani való. Adja lényeg, egy a biztos, a bizonytalanság. És ez a módosítás ezt erősíti tovább. Elnök úr, köszönöm szépen a türelmét. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés. Felszólásra következik Novák előtt képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, ott szeretném folytatni, ahol abba hagytam a kisebbségi vélemény megfogalmazása során, hiszen valóban számunkra a legfontosabb a kiegyensúlyozott tájékoztatás, ennek az alapelvnek a eltörlése irányába tett lépések. De ezt megelőzően engedjék meg, hogy... Parancsoljon, elnök úr!
folytassam, jó? Rendben, azt hittem. Nos, előtte azért engedjék meg, hogy némi jogalkotási kritikát megfogalmazzak, ugyanis nagyon fájó számunkra, hogy egy ilyen átfogó, számos törvényt, több mint 100 oldalon módosító javaslatot nem a jogalkotási törvényben előírt keretek között a megfelelő társadalmi párbeszédeket lefolytatva, vitákat lefolytatva nyújtják be, hanem a jogalkotási törvényt kicselezve egyéni képviselői indítványként. Miközben látjuk, hogy ez a bizonyos egyéni képviselő Rogán Antal nem is ér rá már az általános vitán sem részt venni, holott önök szabják meg, hogy mikor tűzik ezt természetesen napirendre, de hát tudjuk, hogy az álláshalmozása, vagy újabban akár a szerephalmozása miatt nem ér rá ezeken az üléseken részt venni, ezért is egy újabb kiskapuval ma Puskás Imre képviselőtársát is előterjesztőnek kiáltották ki, így azért végül is jogszerű természetesen a vita, de ez mindenképp fájó számunkra. Tehát nem csak társadalmi viták nem voltak, de itt is nehéz így vitát folytatni, de azért mégis elmondanám, hogy Rogán Antala már a bizottságban is elkezdett vitában is látszott, hogy egyáltalán nem értünk egyet. Ő azt mondta, hogy semmi sem változik, ahogy itt is nagyjából elmondta, a média szabályozás területén, és az Este példáját hozta föl, az Este című műsor példáját, hogy még azt is bizony megbírságolták, igenis a kiegyensúlyozott tájékoztatásért sokat tesznek itt. Nos, tisztelt képviselőtársaim, valójában nem hivatalból járt el, abban az esetben sem a média tanács. És pontosan ezt szorgalmazzuk, hogy sokkal több esetben kellene, hogy hivatalból, hatósági jogkörben járjanak el, hiszen hogy az MTI híre is fogalmazott abban az esetben, egy beadvány nyomán indítottak vizsgálatot, amely szerint 2010. június 14 és 20-a között, tehát egy hétről beszélünk, az Estében az MSZP képviselője mindössze egyetlen alkalommal szerepelt. Ó, szegények! Egy hét alatt csak egyszer szerepeltek, na hát hadd említsem a Jobbik példáját, mi hosszas tiltakozás hatására tudtuk elérni, hogy egy év után behívtak minket ebbe a műsorba, holott hasonló választási eredményt értünk el. Tehát így működik a kettős mérce, és a fideszes média birodalomban, akár a fideszes közszolgálati média birodalomban így látszik, hogy ki az ő felsége, ellenzéke, ki az, aki beteti a lábát a közszolgálati médiába, és ki az, amely nem. És hát ha már Rogán Antal előterjesztő példaként fölhozta az Estét, hogy lám-lám azt is megbírságolták, és még azt is mondta, idézem a jegyzőkönyvet, amennyire én emlékszem, az előző években az ORTT részéről ilyenre nem nagyon volt példa a közmédiumok tekintetében, utalt erre az esetre. Hát nem tudom, hogy volt-e példa vagy nem, de hát az biztos, hogy olyanra nem volt példa, hogy szabályosan beköltözzön például Szijjártó Péter az Este stúdiójába, ahogy ezt ugye el is mondták, és épp a múlt heti kihelyezett bizottsági ülésünkön kérdeztem Medvecki Balázs vezérigazgató urat, amikor megmutatták az Este stúdióját, hát így egyszer bejáráson azért én is betehettem oda a lábamat. Hát kérdeztem is, hogy Szijjártó Péternek a lakosztálya hol található, hát ezt nem mutatták meg, úgyhogy ennyire azért a kulisszatitkokba nem avattak be. No de hát a viccet félretéve valójában szörnyűek a statisztikák, és hadd kezdjem azzal, hogy a Kulturális és Sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását ellenőrző albizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel, míg én voltam az elnöke. Na hát nem is sokáig maradtam ezek után természetesen, hiszen miután a kormánypárti képviselők sorozatos obstrukciójuk után végül is sikerült lemondásra bírnom őket, és az ellenzéki képviselőkkel már működőképesen egy határozati javaslatot is elfogadtunk, megállapítottuk, hogy bizony egyáltalán nem teljesülnek a már korábban is előírt kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó előírások, hiszen ez nem egy új keletű találmány, sőt, sokkal inkább önök szeretnék ezt eltörölni, ezt a klasszikus közszolgálati, sőt, egyéb médiumokra is vonatkozó alapelvet, hiszen korábban ugye a rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény is előírta ezt, és megállapítottuk, hogy egyáltalán nem teljesülnek. És ugye, hogyha megnéztük az élő szóbeli megnyilvánulást, hiszen nem csak azt kell nézni, hogy mennyit szerepel egy bizonyos párt, mert hát a Jobbikról sokat beszélnek, de hát nem egészen objektíven, hogy finoman szogalmazzak. Tehát azt, hogy mennyit szidják a Jobbikot, azt azért ne vegyük bele a statisztikákba, azt javaslom. Vegyük azt, hogy az élő szóbeli, tehát a szóbeli megjelenések arányát, és bizony, hogy a teljes TV-rádió kivetített statisztikákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a Jobbik bizony a legkisebb mutatóval rendelkezik, még kevesebbel, mint az LMP, pedig hát jóval kisebb eredményt ért el ez a párt. Ennyit a hitelességről, ennyit a törvények betartásáról ebben a nemzeti együttműködés rendszerében, amit önök oly sokszor emlegetnek. A törvényi előírása fittyet hányva, a Jobbik megjelenése 4% alatt volt a 2010. október 28-ai ülésünkig bezáróan az akkori kimutatás szerint.
4% alatt volt a megjelenése, hogyha 100%-nak vesszük az összes politikai szereplőnek a műsor idejét természetesen. A Jobbik tehát a leginkább elhallgatott párt. Persze a többi ellenzéki pártnak is lehet oka valamiféle panaszra, ha nem is ilyen súlyos jogsérelem érte is őket, hiszen nyilvánvalóan a kormány oldal szállta meg a közszolgálati médiumot. Ennek azonban semmiféle szankciója nem volt ezeknek a jogsértéseknek, és hiába hívtuk föl erre a figyelmet, hogy kellene, hogy legyen valamiféle szankciója az ellenzéki képviselők által működtetett albizottságban, immár egyhangúan. Hát szankció ezután sem lett, ha csak nem az, hogy engem leváltottak a bizottság éléről természetesen. És hát ő felsége egyik másik ellenzéke, az LMP képviselője működtetteti azóta ezt az albizottságot. Persze ezzel a kérdéssel azóta sem foglalkozott az albizottság. Mi változott azóta? Hát január végéig volt türelmem követni az adatokat a Jobbik sajtóosztályának segítségével, a médiatanács honlapján fellehető statisztikákat feldolgozva, tehát az ő monitoring rendszerükről van szó, nem saját kimutatásról, tehát teljesen független, ahogy önök szokták mondani, az ex-pornos, ex-fideszes Szalai Anna Mária által vezetett médiatanácsot, ugye? Tehát teljesen független kimutatásokról beszélhetünk ma már, és azt látjuk, hogy még kifejezetten romlottak a mutatók, és továbbra sem haladja meg, sőt, még inkább 4% alá csökkent. Például a Jobbik megítélése, mert továbbra is a legdurvább aránytalanság természetesen. Miért kell nekünk ezzel a kiegyensúlyozott tájékoztatással ennyit foglalkoznunk? Hát először is azért, mert a médiatörvény bevezette azt, hogy médiaszolgáltatási jogosultságot nem lehet eladni. Tehát mondjuk egy nemzeti radikális vállalkozó azt mondaná, hogy hát meglehetősen kiegyensúlyozatlan a médiapiac, és jó lenne mondjuk, ha a Nemzeti 1 TV, az interneten föl lehet Nemzeti 1 TV adását valahol fogni is lehetne, akkor túl azon, hogy természetesen arra már nem is álmodunk, hogy egy pályázaton elnyerjen mondjuk egy frekvenciát, hiszen a csak fideszes tagokból álló médiatanácsnál erre esély sincs, de még mondjuk egy csődbe ment televíziónak a médiaszolgáltatási jogosultságát sem folytathatja, tehát akvizícióval sem lehet természetesen ilyenhez jutni, mi korábban lehetett, persze önök ezt nagyon rafináltan kitalálták, hogy nem elég, hogy a pályázatokat önök bírálják el, még ilyen úton se jusson senki semmiféle médiaszolgáltatási jogosultsághoz. Na hát ezért szeretnénk, hogyha viszont akkor legalább a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye megjelenhetne valahol, legalább például a közszolgálati médiában, de hát erről szó sincs természetesen, ahogy ezt tulajdonképpen a statisztikák is sajnos kimutatták. És bizony, a mostani törvényjavaslat meglehetősen cinikus módon az indokolásban pusztán technikai módosításnak nevezi azt a szakaszt, ami a sorok között, ugye, ha megnézzük, hogy mi volt az eredetiben, akkor bizony látható, hogy eltűnik. Felkívánja számolni azt, hogy a médiatanács hatósági jogkörben járjon el a kiegyensúlyozatlansági ügyekben. Bár tegyük hozzá, hogy ezt a törvényi hatáskörét a médiatanács eddig sem látta el, de ez akkor sem indokolja, hogy a demokratikus normák betartatását kivonja a kormánypárt a jogalkalmazó kezéből. Mi ezért ellenezzük ezt, és ezért erre be is nyújtottunk természetesen egy módosító javaslatot. Mielőtt rátérek még egy olyan felháborító esetre is, melynek ügyében szeretném miniszterelnök úr becsületét megvédeni, és Orbán Viktor érdekében szót emelni, és egy módosító javaslatunkra is felhívni ez ügyben a figyelmet. Előtte azért elmondanám csak címszavakban, hogy miért nem tartottuk általános vitára alkalmasnak, és miért érezzük azt, hogy ez a törvénymódosító javaslat teljesen alkalmatlan a problémák orvoslására, mert nagyon sok fontos kérdéssel ez a törvényjavaslat így lassan fél év elteltével, hogy életbe lépett a médiatörvény, továbbra sem foglalkozik. Igen, azt gondoljuk, hogy a Fidesz visszaélt az embereknek azzal a jogos igényével, hogy a balliberális médiát megrendszabályozza, ugyanis az új médiatörvény inkább a saját hatalmuknak ugye a bebetonozására szolgált, és ezt folytatják most, ahogy előbbi kétperces hozzászólásomban már fel is hívtam rá a figyelmet, hogy a média tanács hatáskörébe utalnak újabb és újabb jogköröket. Ugye ez az a testület, az ORTT jogutódja, amelyben a korábbi gyakorlattal ellentétben semmilyen más pártnak nincs delegáltja, bár kétharmaddal választotta az országgyűlés ennek a tagjait, még a KDNP delegáltját sem fogadták el. A KDNP ezt is lenyelte, mint oly sok mindent, természetesen az újabb időszakokban. Nos, a média tanácsban tehát mind az 5 tag fideszes természetesen, és ide csoportosítják az újabb jogköröket. Beszélni kell arról is, hogy nem változtatnak azon,
a mostani javaslat sem, hogy a gumi paragrafusok gyakorlatilag elképesztő túlhatalmat adnak. Hiszen úgy értelmezik, ahogy éppen kényük kedvük akarja. Ráadásul a médiát működtetők, a média szolgáltatók pedig nem tudják, hogy hogyan értelmezik ezt a paragrafusokat. Ugye idézzük csak föl az egyik pikáns esetet, amikor a Hír TV, akinek azért valljuk be, hogy nagyon nem kell azért tartani, hogy a Fideszes médiatanács megbírságolja, de még ők is kikockázták a cigánybűnözés szót, tehát nem, hogy ők nem használják, kikockázták, amikor a legolvasottabb jobboldali hírportálról volt szó, hogy ezt Szalay Anna Mária hogyan szeretné betiltani, ugye a kuruc.infot, és akkor kikockázták a szót, és meg is indokolták, hogy a cigánybűnözés rovatcímet azért kell kikockázniuk, mert ez az új média törvénybe ütközik. Ugye, hát ezt meg lehet találni az interneten a mai napig, ezt a felvételt. Elképesztő. Hát ide vezetnek ezek a bizonyos gumi paragrafusok, hogy gyakorlatilag értelmezhetetlenné válik. Még egy fideszes televízió számára is természetesen. Ugye a médiatörvény kapcsán, hát nincs nagy reményünk, hogy most mi fog történni, hiszen korábban 46 módosító javaslatunkból korábban összesen 2 támogattak. Egy nagyon aprót, hogy a teletext kifelejtésére felhívhattuk a figyelmet ebben az egyébként nagyon modern, szakszerű megfogalmazású médiatörvényben. A másik, amit pedig úgy látjuk, hogy most sem szeretnének orvosolni, pedig nagyon indokolt lenne, nagyon sokat szerepeltették pedig a hírekben, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében elfogadták a Jobbiknak egy már fontosabb javaslatát, a bűnügyi kvótát. Ugye ezt a bizonyos 20%-os kvótát, amelyet ugyanakkor kiforgattak, és ez már nem jelenhetett meg, ezért szeretném most is felhívni a figyelmet, hogy ez így működésképtelen. Egyrészt azért, mert önök a baleseti híreket ebben nem vették bele, pedig láthatjuk, hogy bulvár hírek szintjére süllyesztik a törvényileg előírt komoly, elvileg komoly híradásokat, hűítve ezzel a népet természetesen. Másrészt, míg a baleseti hírek nem számítanak bele a tilalmazott kvótába, addig a politikus bűnözés természetesen az viszont beleszámít. Miközben mi azt vettük volna ki, hogy ezt ne korlátozzuk. Hát ha ilyen sok politikus bűnözésre derül fény, akkor bizony erről hallhassunk a hírekben. Önök viszont ezt tartották inkább szükségesnek korlátozni. No, ennek szeretnénk mi véget vetni. És ha már kvótáról volt szó, hadd emlékeztessem egy másik korábbi, eddig beváltatlan ígéretükre is önöket, mert ismét nem szerepel a mostani javaslatban. Ez egy korábbi módosító javaslatunk volt, megígérték, hogy támogatják, mégsem tették végül. Ez pedig a határon túli magyarságról szól. Beletettünk volna, hogy legalább a híradások 5%-a arról kell, hogy szóljon akár ottani sporteseményekről, kulturális eseményekről, de kimutassuk, hogy valahogy, ha már itt ennyit beszélnek a nemzeti összetartozásról és annak az emléknapjáról, hát akkor az év 365 napjában is mutassuk meg, hogy összetartozunk, onnan is kapjunk azért valamiféle hírszolgáltatásokat. Továbbra is várat magára természetesen a, és ezt már nem is várjuk el önöktől, de azért jobbikosként ki kell jelentsem, hogy szükséges lenne a jelenlegi kereskedelmi tévécsatornák koncesziós jogának megszüntetése, miként a reklámadó bevezetése is, mert nyilvánvalóan a multikat érinteni elsősorban, ezért is ilyen gazdasági lobbik és lekötelezettségek hatására nem csodálkozunk, hogy nincs benne természetesen ebben a javaslatban. Miként a zenei kiegyensúlyozottság követelménye sem került teljesen orvoslásra, sőt, tulajdonképpen rontanak a helyzeten. Ugye az önök által beterjesztett javaslat, hát persze zenei kiegyensúlyozottságról önök nem is beszélnek, arról, hogy a MAHASZ listavezető Hungarika vagy Kárpátia miért nem hangozhat el a kereskedelmi rádiókban. Ilyen alapelvet önök továbbra sem írnának elő természetesen, nem feszegetik az Artisius botrányát sem, ami állam az államban tulajdonképpen, de hát remélem, hogy azért majd az államtitkári, korábbi államtitkári ígéretre, amit az egyik felszólalásunk nyomán tett, előbb-utóbb lesz valami lépés, hogy ezt ennek a túlhatalmát felszámoljuk természetesen, és helyére ne egy másik, ezúttal a fideszes testület kerüljön. No, de hadd beszéljünk arról, hogy a mostani legújabb javaslatukban a zenei kvótát túl azon, hogy nem emelik, éves szintre vetítik csak ki, ami egyrészt azt jelenti, hogy csak éves szinten lehetne a jövőben szankcionálni, másrészt legközelebb ugye évente tudjuk csak egyáltalán megvizsgálni, hogy megfelelő-e például ez a 40%, ez a 35%-os kvóta, amelyet ugye épp hogy a Jobbik indítványára emeltek meg a kezdeti talán 20%-ról. Először 40%-ra elfogadták, a legvégén táncoltak vissza. Mi szeretnénk azonban, ha ismét bátorságot vennének, és ezt a 40%-os magyar zenei kvótát bevezetnénk, elnök úr, én is kérnék szépen plusz egy percet az előttem szólókhoz hasonlóan. Mégpedig azért, mert szükséges elmondanom, hogy a mostani módosító javaslatunk, tehát a 40%-ot vezeti be, és az éves elszámolás helyett havi szinten már ezt elemeznénk,
mert egyrészt szankcionálni is lehetne akkor már havi szinten, nem pedig mondjuk első év után csak figyelmeztetni, következő évben valami jelképes bírságot kiszabni, és hát tudjuk jól, hogy ez lényegében nem fog eredményezni a törvény betartása, tehát ezért is szükséges lenne a havi ellenőrzés, másrészt pedig azért, hogy elemezzük, hogy például a magyar lemezkiadás megfelelően segíti-e ez a 35%-os kvóta, vagy ahogy a korábban a szakmai szervezetek megfogalmazták, tényleg 40%-os előírásra lenne inkább szükség. Sajnos az időm letelt, pedig sok módosító javaslatról szerettem volna még beszélni, de a részletes vitában még találkozni fognak velem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Biztosítottam volna önnek az egy perc tovább beszélési lehetőséget, ezért nem csöngettem le. Most rendes felszólalásra Lendvai Ildikó asszonynak adom meg a szót az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő asszony. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Többen elmondták már előttem, hogy ennek a törvénynek a legfőbb baja nem is, ami benne van, bár ott is lehet a hibákat sorolni jócskán, hanem ami kimarad belőle. Ha már pár hónap alatt harmadjára vagy negyedjére találkozunk a médiatörvény módosításával, akkor valóban a legfontosabb az lett volna, hogy a számos nemzetközi, hazai, szakmai és társadalmi kifogást valahogy orvosolni lehessen. Nos, ahogy elmondták az előttem szólók, erre még kísérlet sem történt. Márpedig, ha minden sarka ég a háznak, akkor nem a kilincset kell szidolozni vagy átrendezni a vitrint. Vagy... ha szögek állnak ki a székből, akkor nem a lábát kell dörzspapírral csiszolgatni. És még 200 hasonlatot lehetne mondani, a lényeg egy, az eredeti törvényekkel annyi alapvető baj volt, hogy ha már valaki hozzányúl, és például a médiatörvényt alig 100 helyen módosítja pár hónap után, akkor megtehette volna, hogy figyelemmel van az orvoslást igénylő alapbajokra. Nem igen lehet már mondani, tudnélik, hogy a nemzetközi közvélemény az valamilyen ballib ármány következtében kifogásolja egyhangúan a médiaszabályzást, hiszen legutoljára több ízben, de utoljára különösen erősen megszólalt az ENSZ külön megbízottja is. Az ENSZ meg nem az a szervezet, ami bármilyen módon pártlogikán szerveződne. De ha már ez elmulasztódott, akkor nézzük meg, hogy a törvény tartalma legalább teremte új problémát, vagy néhány régit, ami, ha nem is az egészét, orvosol-e. Nos, a mondat első fele az igaz, új problémákat teremt, méghozzá a törvény főhibája mentén teremti az új problémákat. A törvény főhibája, tudnélik, minnyáján elmondtuk ebben a teremben, akik bíráltuk a törvényt, az volt, hogy gumiparagrafusokat tartalmaz. A gumiparagrafusok pedig a hatóság, illetve a médiatanács önkényes elbírálására adnak módot. Nos, ebben a szabályzásban a gumiparagrafusok száma csak növekedett. Karácsony Gergely és mások is utaltak már például a gyerekeknek szóló műsorok kategorizálásának és szabályrendszerének szigorítására. Biztos vagyok benne, hogy jó szándék vezérelte a módosítást, még jobban védjük meg a gyerekeket. De ahogy megvédtük most a gyerekeket, ennek nyomán egy fegyelmezett, törvénytisztelő médiumban dolgozó ember, az soha többet gyerekműsort nem tűz műsorára, sem rádióban, sem tévében. Hadd mondjak néhány példát arra, amit már a hozzászólásokban elhangzott. Ugye a korábbi médiatörvény szerint az erőszak és a szexualitás közvetett ábrázolása volt érthetően tilos a 16 éven aluliaknak szóló műsorokban. Vagy bocsánat, közvetlen ábrázolása volt tilos, vagy az arra való közvetlen utalás. Eltűnt a közvetlen szó. Magyarán még áttételesen sem fordulhat elő semmi, mondjuk egy gyermekmesében, ami bármilyen módon erőszakra vagy szexualitásra utal. Azt még családi áldozatnak fognám fel a média szabályzás oltárán, hogy meg kell mondanom Áron és Andis nevű unokáimnak, hogy a Kisvakon sorozatnak vége, mert például a legutóbbi két mese is, szégyen, a nyúlcsalád szaporulatáról számolt be. Most hogy? Még közvetett módon sem lehet semmi ilyesmivel foglalkozni, ezt a mesét nem fogjuk nézni. Nem baj, mondhatnám, legalább nemzeti érzésünk nincs sérülve, hiszen a Kisvakon nem magyar népmese. De végig gondoltam, egyre rémültebben a magyar népmeséket. A szabály tudnélik azt is tiltja, hogy olyan gyerekműsor mehessen, ahol a konfliktus megoldása erőszakkal történik.
Rémes kimondani és szégyellem, de a magyar népesség többségében a hétfejű sárkánynak levágják a fejét. Megtehetnék azt is, hogy parlamenti módszerekkel, szelíd érvekkel meggyőzik magatartása helytelenségéről. Szörnyű, nem ez történik. Levágják a fejét, mondani is restellem, legtöbbször mind a hetet. Néha még látszik is ez a filmben, vagy hallatszik a rádiómesében. Hogy lesz? Magyar népmeséknek vége. Nem baj, kisvakon nem lesz, mondtam otthon a kisfiúknak, az unokáknak, nem lesz magyar népmese sem, maradnak a klasszikusok, Grimm. Jancsi és Juliska. Hát mit nem csinálnak ezzel a boszorkánnyal? Elevenen megégetik.